Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, hamarosan kezdődik egy könyvbemutató, egy nagyon érdekes és sokak által várt, hiszen dr. Gál László fordításait tartalmazza. Nagy Lajossal beszélgetünk erről a könyvről, hogyan is jött létre ez a könyv? Ez a könyv gyakorlatilag már lehet, hogy 10 évvel ezelőtti kiadásra kellett volna, hogy kerüljön, ha anyagi okok nem akadályoznak meg bennem. Mindazzal együtt ez így nem igaz, hiszen másik 4 kötetkönyv, illetve 6 kötetkönyv megjelent, és úgy gondoltam, hogy a perzsa anyag, vagy az ősi perzsa anyag, amit Gál László doktor fordított le, annak még nem jött el az ideje. Tehát a könyveknek így mond, megvan a maga sorsa, mint ahogyan az embereknek is. És hadd mondjam el, hogy kiadásra került az ősi magyar vallásnak a Manikeus Zsoltárai, kiadásra került a Pistis Sophia Evangéliuma, a Jézus feltámadása utáni 11 évet töltött beszélgetéseinek egyfajta kivonata, kop nyelvről lefordítva, kiadásra került a Fénykertek című könyv, ami Malüf írásában. Ez a könyv Máni életét tartalmazza, valamint Zarathustra néhány zsoltára Zajti Ferenc tolmácsolásában. És a Gál Lászlóhoz azért sokan kötődnek itt, hiszen vannak itt olyanok, akik még ismerték, vannak leszármazottjai is Karcagon. Önnek a családhoz van-e köze, vagy csak inkább a tisztelet? Nekem úgy van közöm, hogy nagyszüleim nagyon jól ismerték dr. Gál Lászlót, és mikor 62-ben bekerültem Debrecenbe, akkor én nagyon sokszor bent voltam nála. Valamint még annyi, hogy szüleimtől, nagyszüleimtől azt hallottam, hogy dédnagyapám, ki nemzetgyűlési képviselő volt annó annak idején, 1920 és 30 között, zseniális tehetségnek tartotta, és maximálisan támogatta, ahol tudta Laci bácsit. A mai napra sikerült-e még a hozzátartozók közül esetleg valakit elhívni, lesznek-e itt leszármazottjai? Ők ígérték, hogy itt lesznek ma este. Hogy aztán ténylegesen csak 20-ára fognak eljönni, vagy ma este is itt lesznek, azt nem tudom. Gondolom, hogy azért mindig a legutolsó könyv a legkedvesem, de van-e olyan ebben a kötetben, ami igazán szívéhez nagyon közel áll? Tehát az az üzenet, vagy az a hagyaték, amit ez a két kézirat képvisel, az az érdekes, és én ezt a hagyatékot ebben a könyvben átadom Karcagvárosának. Nézőinknek hogyan ajánlaná a figyelmébe ezt a könyvet? Miért megyék meg, és miért olvassák? Mit ismerhetnek meg ebből, amit eddig nem tudtak, esetleg Gál Lászlóról, vagy a fordításai által? A fordítási által egy csodálatos kultúrának a töredékét ismerjük meg, mely Firdauszihoz szól, vagy ahogy ők mondják, Ferduszi. És Körmendi Lajos írt hozzá utószót, ki úgy mondja, lehet, hogy ez a kultúra nincs is olyan messzire a miénktől, mi tőlünk, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát akkor mindenki olvassa el, és akkor meggyőződhet arról, hogy amit ön elmondott, az mennyire igaz. Én azt kívánom, hogy sok-sok hasonló bemutatón legyünk még, és akkor gondozza még azokat az írásokat, amelyek még biztos, hogy vannak, amit ki kellene adni. Dr. Gál Lászlótól én úgy gondolom, hogy többet, mint amit egy családnak utókorra ráhagy, tehát hagyatékként, egy 1934. november 7-i beszéd, és a Sahnaméból részletek vannak lefordítva, valamint perzsa és török költők. A török költők versei most nincsenek a kötetben, mert perzsa anyag egyben kell, hogy legyen. Tehát ez a hagyaték, ez a karcagi embereknek szól, mint egy beavatott, mármint Gál László doktor, mely csodálatos költő volt, csodálatosan ültette át magyar nyelvre a Sahnamét. Tehát ez a beavatottság egy hagyaték, amelyet a könyvet megvásárlónak tovább kell őrizni és vinni és átadni. Hát akkor ennek erőt kívánok még a következő könyvekhez, és találkozunk még több könyvbemutatón. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Gál László könyvbemutatóján Kovács Szilvia a polgármester, köszöntöm megjelenteket az önkormányzat nevében. Gondolom, hogy volt alkalma már belepillantani, és ismeri a Gál László életútját is. Így van, hiszen hogyha valahol köszöntőt mondok, akkor mindig azzal kezdődik, hogy
tájékozódom és megismerkedem, ha még eddig nem történt ez meg, azzal a személlyel vagy azzal a témával, amiben nekem szót kell ejtenem, illetve beszélnem kell. Így történt ez Gál László esetében is. Sokan nem tudnak róla egyébként a városban, én úgy gondolom, tehát éppen ideje, hogy megismerjük őt, illetve akik eddig ismerték, akkor megismerkedjenek munkásságával, hiszen gazdag az ő életútja és maradandót alkotott, és ennek méltó mozzanata az, hogy most ez a könyv megjelent, és még méltóbb ehhez, és pontosan aktuális is, hiszen 20-án fogja a város a Posztumusz Pro Urbe díjat adományozni dr. Gál Lászlónak, és én úgy gondolom, hogy ezzel ismét egy nagy karcagi szülöttünkkel vagyunk gazdagabbak, és egy nagy szülöttünket tudjuk elismerni, és tudja a város magáinak mondani. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor méltóképpen utólag elismeri az utókora. Tehát senki sem lehet profit a saját hazájában, ahogy szokták mondani, de azt hiszem, hogy ezzel tényleg elismerjük az ő munkásságát, költészetét és azt a sok mindent, amit a város értett. Nem tudom, hogy önnek volt-e a személyes ismerettsége, ismerte vagy hallott-e róla korábban, vagy inkább csak most nézett utána? Inkább csak most, ha az elmúlt években ismerkedtem meg a munkásságával, korábban nem volt róla tudomásom, és én úgy gondolom, hogy hiába most utólag kapja meg ezt a Pro Urbe díjat, és hiába most jelenik meg ez a régen elkészült mű, én úgy gondolom, hogy a túlvilágról azért a lelkéhez el fog jutni, és örömmel fogja eltölteni ennek a ténye. Reméljük, hogy sokan megismerkednek a könyv által az ő munkásságával, és én azt kívánom, hogy legyen ez a mai ünnep egy tényleg egy igaz ünnep, hiszen itt ének is lesz, vers is lesz, tehát tényleg egy komplex megismertetése lesz a könyvnek. Én bízom benne, hogy ez így is lesz, hogy az előbb elhangzott, és bízom abban, hogy Lován Szirénnek a műsora méltóan autentikus és hozzáérő lesz a könyvbemutatóhoz, és én kívánom, hogy minden karcagi az elkövetkezendő napok programjaihoz jó szórakozást és tartalmas kikapcsolódást tudjon szerezni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!